Fazekas Anita gazdálkodás és menedzsment szakos harmadéves hallgató a Nyíregyházi Egyetemen nemrég tért haza Portugáliából. Az Erasmus Plus ösztöndíjprogram jóvoltából 5 hónapot töltött az Évorai Egyetemen. Anita örült a lehetőségnek és annak, hogy idegen nyelvi környezetben tanulhatott, ezért is pályázott. Angolul tanultak és vizsgáztak, de a portugál alapjait is megismerhette. Kapcsolatrendszere és a szakmai gyakorlatban szerzett tapasztalata is bővült. Én úgy vettem, hogy sokkal gyakorlatorientáltabb, itt inkább az elméletre mennek rá a tanárok is, és az oktatás is. Ott kint sokkal több volt a gyakorlatunk, kézzel kellett készítenünk dolgokat, úgyhogy nagyon élveztük. A hallgatók olyan kurzusokat vesznek fel, amelyekre az anyaintézmény krediteket ír jóvá. Az Erasmus Plus program a magyar felsőoktatásban résztvevő hallgatóknak nyújt lehetőséget külföldi tanulmányokra. A Nyíregyházi intézménynek 48 egyetemmel van partneri szerződése hallgató és oktató cserére. Az Erasmus Plus programban résztvevő hallgatók, elsősorban a hallgatók száma évről évre az elmúlt időszakban nőtt, és mivel a felsőoktatási koncepcióban is az van, hogy a 20-20-ra a hallgatóknak egy 30%-ának legalább egy fél évet idegen nyelvű környezetben kellene töltenie, akár oktatásban, akár szakmai gyakorlatra. Én úgy gondolom, hogy pozitívan halad ebben a Nyíregyházi Egyetem előre. A hallgatók évente pályáznak az Erasmus Plus-ra, melyet egy munkabizottság bírál el. Finnországtól Spanyolországig számos uniós ország fogadja az egyetemistákat, akiknek teljes ellátást, szállást, utazást biztosítanak. A rászorulók pedig további havi 100 eurót is kaphatnak a Tempusz közalapítványtól.